400 ezer forintot ma Magyarországon egy hónap alatt is nehéz összegyűjteni, nemhogy egy héten belül, azonban Gyutai Adriánnak sikerült, hála a Paksi Gyorsasági Motorversenyző rajongótáborának. Az adománnyal a tavalyi Alpok Adria sorozat bajnoka ott lehetett az Európa-bajnokságon, ám idén nőtt a köbcentiméter és ezzel együtt a tét is, így a fiatal motoros akkor sem pihen, amikor az itthoni időjárás miatt aszfalton még nem húzhatja a gázt. Ez a terep enyhén szólva sem ideális egy aszfalthoz szokott gyorsasági motorversenyzőnek. Gyutai Adrián viszont minden télen nekivág a buckáknak, hogy egy kis motocrosszozással tartsa karban magát a versenymentes időszakban. Nagyon fontos, hogy a következő szezonra mindig megfelelően felkészüljek, és ez a crossmotorozással szerintem ez a legjobb felkészülésre. Mert az állóképességem is így nagyon, nagyon tud fejlődni, mert ez egy nagyon megterhelő sport, és ez mellett még a motorkezelés is. A kemény munka a tavalyi évben is kamatozott, hiszen a paksi fiatalember megnyerte az Alpok Adria sorozat 125 köbcentiméteres kategóriáját, így rangos nemzetközi motorversenyen 5 év szünet után ünnepelhettünk újra magyar győztest. Ezt a bajnokságot ugye előttem már Talmácsi Gábor is megnyerte, meg Győr Fialen is, és ugye ők most már a VB-n mennek, tehát úgy érzem, ez egy fontos állomás volt az, hogy mi is ezt az Alpok Adriát végig tudjuk csinálni, úgyhogy jó eredménnyel, és akkor szerintem így lehet rá esély, hogy tovább kerüljünk. Akárcsak aszfalton, a motocross pályán is nehéz tartani Adrián tempóját, az Európa-bajnokságon azonban nem volt szerencséje. A 20. hely viszont annak tükrében különösen dicséretes, hogy egy darabig úgy tűnt, a támogatók visszalépése miatt el sem tud indulni az EB-n. Végül a rajongók adták össze a hiányzó pénzt. Nagyon sokan segítettek, jöttek az SMS-ek folyamatosan, és rengetegen segítettek, barátok, szurkolók, nagyon sok olyan ember, akit nem is ismerek igazából, és hát nagyon jól esett, és azért ez erőt adott nekünk abban, hogy az EB vagy az EB-n azért el tudjunk menni, és valahogy helyt álljunk. A szurkolók támogatása és önzetlen szeretete Adrián versenypályán kívüli életére is nagy hatással volt. Nekem is segítettek akkor az EB előtt, és akkor ezzel akkor jött ez az ötlet, hogy akkor, hogyha nekem is segít, akkor mi is megpróbálunk segíteni mindenkinek, akinek csak tudunk. És hát ezt találtuk ki, hogy a koraszülött osztálynak, a Semmelweis Egyetemnek az a részén fogjuk adni a pénzt, ami fönnmaradt, abból a segítségből, amit én kaptam, és hát azóta most kitaláltak egy olyat, hogy legyek én az arca ennek az akciónak, és most ezen dolgozunk folyamatosan, hogy minél több pénzt össze tudjunk szedni. Nekik ugye egy új, valamilyen készülékre van szükségük, egy ilyen újraélesztő készülékre, és hát ebbe segítünk mi. A tehetséges versenyzőnek a jótékonysági akciók mellett az edzésekre is muszáj még több időt fordítania. Ezekből az alkatrészekből ugyanis egy 600 köbcentiméteres motor épül, amellyel idén a Superstock 600-as mezőnyben fog versenyezni. Egy 600-as motor azért sokkal másabb stílust követel, mint a 25-ös, de hát ezért lesznek majd a tesztek, meg azért készülök elég sokat most itt télen, úgyhogy ez mind majd így össze fog állni, és akkor egy idő után majd meglátjuk. Ha az új feladattal csak fele annyira sikerül megbirkózni, mint a motocross pályával, a 600-as kategóriában is könnyedén összejöhet a nagyugrás.